Tények, vélemények. Acélsodrony. Itt a Klubrádióban szombatonként délután 2 órától. Hozzáadott érték. Példamutató. Egy műsor azokról, akik nem adják fel. Akik hisznek a befogadásban. Akik érzékenyek a mások kiszolgáltatottsága iránt. Akik becsülik és elfogadják a másikat. Hozzáadott érték. A példamutató. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évente mintegy 200 olyan értelmi fogyatékos gyermek születik, akinek szüksége lenne a korai fejlesztésre. Őket rizikóbabáknak nevezik és sajátos nevelési igényűek. Nekik és családjuknak nyújt segítséget a nemrégiben nyílt Csodavár. A részleteket Bíró Bori beszámolójából ismerhetik meg. Csodavár. Így hívják azt a korai fejlesztő centrumot, amelyet augusztus végén adtak át Nyíregyházán. A régióban egyedülálló intézmény mintegy 50 Down-szindrómával és egyéb értelmi fogyatékossággal született gyerek szakember által történő képzését teszi lehetővé. A Down Egyesület elnöke maga is Down-kóros gyerek apukája. Ő Kisari Károly, aki egyben a Csodavár Centrum vezetője. Azt mondja, már az intézmény létrejötte is példaértékű, hiszen adományok és közel 300 önkéntes segítségével alakították ki a központot, amelynek célja az értelmi sérült gyerekek korai fejlesztése. Ez a korai fejlesztés meghatározása az 0-tól 5 éves korig ebben az időtartamban lévő fejlesztések, és elsősorban itt a sajátos nevelési igényű gyermekeket értik ezen, és hát beletartozik ebbe a csoportba, én azt gondolom az autizmussal élő csoportja is. Ez egy azért nagyon fontos dolog, hiszen azok a fejlesztések, azok az impulzusok, amiket ebbe a korba adunk, nagy valószínűséggel egész életük végéig elkísérik ezeket az embereket, és azt reméljük, hogy egy magasabb fejlettségi szintre érnek el a fejlesztés által, mint nélküle. Mert hogy kik azok, akik itt foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel, és milyen típusú terápián, mondhatom ezt, terápián vesznek részt ők? Igen, hát egyrészt van maga a korai fejlesztés, ahol gyógypedagógusok, gyógytornászok, logopédusok, konduktorok foglalkoznak a gyerekekkel. Viszont mi már nem csak a hagyományos korai fejlesztésben gondolkodunk, hanem van egy új megfogalmazás, ez a kora gyermekkori intervenció, ahol nagyon fontos célunk az, hogy minél inkább bevonjuk a családot is a munkába, hiszen hiába dolgozik a pedagógus, a gyógypedagógus még heti 4 órában egy gyerekkel, nagyon fontos az, hogy otthon legalább ennyit még meg tudjon kapni a szülőktől, a szülők megfelelő mentális állapotban legyenek, elfogadják a saját élethelyzetüket, és hát akarjanak minél többet kihozni a gyerekükből. Tehát akkor amennyire fontos a gyerekek fejlesztése, olyannyira fontos az is, hogy az ő szüleikre is odafigyeljenek, mert hogy azért az nem egy mindennapi, és nem egy könnyen feldolgozható helyzet, amikor valakinek sérült gyereke születik. Azt gondolom, hogy ez legalább olyan fontos, mint a fejlesztés, hogy a szülők azok tényleg abban a helyzetbe kerüljenek, hogy oda tudjanak figyelni a saját dolgaikra. Másrészt itt a hely kialakítása is érdekes, hiszen a várótermünk az egy játszóház. Van egy hatalmas étkező rész. Aki idejön, mi azt szerettük volna elérni, hogy úgy érezze magát, mintha hazajönne. Vannak nagyon negatív tapasztalatok. Itt ezt én is, mint szülő átéltem, és ezeket a dolgokat azért szeretnénk elkerülni. Úgyhogy egy olyan hely fogadja azokat, akik oda jönnek a gyerekükkel, ahol otthonosan, biztonságban érezhetik magukat, és koncentrálhatnak a gyerekükre. Mekkora igény van az önök új intézményére? Még egészen az elején vagyunk a működésnek, hiszen nyár végén adták át. Körülbelül hány olyan család van, aki az önök segítségére szorul? A statisztikai adatok alapján nagyjából ebben a 0-tól 5 éves korig tartó időszakban 1000 gyermek, aki benne lehet ebbe a ellátórendszerbe, benne lehetne. Viszont ugyanezen a statisztikai adatok alapján itt körülbelül egy olyan 80-an tudják igénybe venni ezt a szolgáltatást. Mi történik azokkal a gyerekekkel, akik nem jutnak el egy olyan intézménybe, mint az önöké? Hiszen említi, hogy nagyjából 1000-en vannak, akik ilyen típusú fejlesztésre szorulnak, és az a 80, akivel nagyjából önök tudnak foglalkozni, hát az ugyebár a töredéke. Igen, hát másik nagyon érdekes szám, hogy a korai fejlesztés az 0-tól 5 éves korig tart, viszont az országos átlag, hogy az igénybevevők átlag életkora 3,5 év.
Ez azt mutatja, hogy nagyon későn fedezik fel a problémát a gyerekeknél. Miközben, ha ezt mondjuk egy-két éves korban, amikor megint csak észrevehető lett volna, hogyha megfelelő szakember látja, vagy elviszik hozzá, akkor esetleg teljesen kezelhető lett volna. Ilyen a diszlexia, diszgráfia is. Látható eredménye van a korai fejlesztésnek, és nem csak a hagyományosan vett szindrómás vagy beteg gyermekeknél, hanem ez másnál is problémát okozhat ennek a hiánya. Miért különlegesek azok a gyerekek, akik Down-szindrómások? Én nem mondanám annyira különlegességük. Hát nekem különlegesek, mert nekem is Down-szindrómás gyerekem van, és oszlag minden szülőnek különleges, és hogyha sok szülő mondja a saját gyerekéről, hogy különleges, akkor valószínűleg azok is. Nem akarok sztereotípiákat gyártani ezzel kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy amit fejben egy kicsit változtatni kell a Down-szindrómásokkal kapcsolatban, az, hogy ők is fejleszthetőek. És ez egy nagyon fontos gondolat és motiváció azoknak a szakembereknek, akik velük foglalkoznak. Nekünk nagyon fontos célkitűzésünk az, hogy olyan szintre jutassuk el, akár a Down-szindrómásokat, de akár más értelmefogyatékkal élő gyerekeket, hogy könnyebb legyen őket integrálni mondjuk egy többségi osztályba. Ezáltal minél több fogyatékkal, értelmefogyatékkal élő gyermek kerülhessen be a többségi oktatásba. És ehhez azt gondolom, hogy mindent meg akarunk adni, hogy minél nagyobb sikert érjünk el. Turgonyi Zoltán a 4 hónapos Dani édesapja, akiről születése után egy nappal derült ki, hogy Down-szindrómás. A család szerencsére rátalált a Csodavár korai fejlesztő centrumra, ide járnak heti több alkalommal, itt kezelik Danit is. Az apuka hangsúlyozza, nem betegségként, hanem állapotként kezelik a Down-szindrómát. A terhesség az végig normális mederben zajlott, semmi nem derült ki, semmilyen nem utalt arra, hogy bármi probléma is lehetne Danikával. Amikor megszületett, még akkor sem, hanem majd másnap egy vizsgálat során az egyik gyerekorvos mondta, hogy neki gyanús, hogy úgy tűnik, hogy Down-szindrómás lehet Danika, és kért egy kromoszóma vizsgálatot vérből, ami 3 héttel a születés után kaptuk meg az eredményt, és sajnos igaz volt, hogy pozitív eredmény, ami jelen esetben rosszat jelent, tehát, hogy Down-szindrómás. Hogyan fogadták, amikor ez kiderült? Hát az első pillanatban természetesen sokként ért minket, ami eltartott egy jó ideig, a páromnál egy kicsit tovább, nálam viszonylag hamarabb, úgy érzem sikerült ezt feldolgozni, és gyakorlatilag ajándékként felfogni ezt az egészet, elég furcsán hangozhat ez, pláne azoknak, akik ezt nem tudják átélni. Mi most már úgy érzem, hogy feldolgoztuk, és teljesen pozitívan állunk ehhez az egész dologhoz. Gondolom, hogy az elmúlt 4 hónapban azért nagyon sokat tájékozottak, kérdezősködtek arról, hogy mivel jár ez a szindróma, ugye? Tehát ilyenkor az ember minden követ megmozgat. Minden követ, mindent, ugye az internetnek hála azért, ott is sok mindennek utána lehet nézni. Illetve hát a legfontosabb segítség az, hogyha hasonló helyzetben lévő szülőkkel tudunk találkozni. Itt nagy szerencsénk volt, hogy ugye Kisari Karcsék itt Nyíregyházan, akik ezt a Csodaváros projektet véghez vitték, ők Down-dadaként is működnek, tehát rögtön minél hamarabb sikerült velük felvenni a kapcsolatot, és ővelük tudtunk beszélgetni ezzel kapcsolatban, hogy mire számíthatunk, és ők adtak egy kis lelki támogatást ott a legelején, amit azóta folyamatosan is megkapunk tőlük. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy önök hetente akár többször is meglátogatják Danival a centrumot, és oda járnak korai fejlesztésre? Így van, igen, sőt, hát ugye ez a korai fejlesztő, ez augusztus végén gyorsultak fel itt az események, volt egy önkéntes tábor, ilyen önkéntes alkotótábor, amikor is vagy érintett szülők, vagy pedig csak ezzel az egész dologgal szimpatizáló ismerősök, ismeretlenek az ország minden tájáról jöttek, és az önkéntes munkájukkal segítették azt, hogy szépüljön és jó legyen a ház is szeptember elején meg tudjon nyitni. Azóta pedig természetesen igen, járunk rendszeresen foglalkozásokra, illetve mindenféle rendezvényre, ami ott van. A foglalkozások általában hétköznap vannak. Eddig ugye, mivel még hogy csak nem régen nyílt meg a ház, 2 foglalkozáson tudtunk részt venni. Az egyik az egy gyógytorna-szerű foglalkozás volt, a másik pedig egy gyógypedagógiai foglalkozás. Nagyon jól érzi magát a gyerek, bár itt igazándiból még annyira picike, hogy nem rajta van a hangsúly, hanem sokkal inkább még most talán rajtunk, hogy minket tanítanak meg arra, hogy hogyan és miket csináljunk vele otthon, illetve rendszeresen, meg az a cél, hogy megszokja a gyógypedagógus személyét is, hiszen majd később, amikor már konkrétan a gyógypedagógus fog vele foglalkozni, akkor ne tűnjön számára idegennek. Úgy tűnik, hogy nagyon fontos, hogy minél hamarabb megkezdjék a Down-szindrómásoknál a korai fejlesztést, a másik pedig, hogy amint csak lehet, sor kerüljön minél előbb egyfajta integrációra más gyerekekkel.
Így van, ez így van. Hát ezt ugye mi még nem tapasztaltunk, most vagyunk a tapasztalat folyamatában, de a szakemberek elmondása szerint ez nagyon sokban segíthet, és reményeink szerint is minél kevesebb lesz az eltérés a normál babákhoz, illetve később a gyerekekhez képest. Igen, célunk az ugye, hogy Danika is majd, ha oda kerül, akkor normál óvodába járhasson egészséges gyerekek közé. Aztán, ami még az még távolabb jövő, az majd természetesen az iskola lesz, de addig azért még sok minden fog történni velünk is, meg vele is. Sok sikert kívánok Önöknek mindehhez, és nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönjük szépen!